A tehetség már egészen fiatalkorban felismerhető, ennek pedig megvannak a maga jól kidolgozott módszerei. Ezekről tartott most pedagógusoknak tájékoztatóta a Matthias Corvinus Kollégium Tanuláskutató Intézetének vezetője Szekszárdon. Érdemes például a valamiben kiemelkedően jó fiatalokra nagyobb figyelmet fordítani, de a látványosan motiváltabb gyerekek is nagyobb eséllyel indulnak az életben, mint a kevésbé elszánt társaik. Az pedig, hogy egy-egy ország oktatási rendszere ezt mennyire hatékonyan képes kihasználni, nagy eltéréseket mutat. Ennek nem a tehetségtartalékok az oka, hanem az, hogy bizonyos kultúrák mit kezdenek a tehetséggel. Ezt tehetségmenedzsmentnek hívjuk. Ebben a kérdésre válaszol, a drámai különbségek vannak. Mi magyarok az úgynevezett tehetségmenedzsmentben a világ középmezőnyébe tartozunk, mondja a szakember. Tehetségek itt is, mint mindenütt a világon, bőségesen tenyésznek. Fel is fedezzük őket, ez egy 150-200 éves közoktatási hagyományunk, hogy meg tudjuk fogni a kiemelkedő koponyákat, és ezek a koponyák utána szükségszerűen tovább mennek a világba. Barabási Albert Lászlótól tudjuk, aki a hálózatkutatásban a világ egyik vezető tudósa, hogy ahhoz, hogy Nobel-díjat kapjon valaki, egy ponton a bőröngyével nagyobb csomópontok, a hálózatok nagyobb csomópontjaiba kell átmennie. A Matthias Corvinus Kollégium egyébként éppen a legtehetségesebb gyerekek iskola rendszeren kívüli képzésével foglalkozik idehaza.